Milyen gyakran és hány fokos vízben szabad megfürdetni a kutyát? Köszönettel, Ili. A fürdetés az egy olyan humán, tehát emberek által közvetített igényként fölmerülő dolog, ami sokszor a kutyának nem feltétlenül szükséges. De időnként természetesen szükség van rá. Tehát, hogyha a kutyának szennyeződik a szőre bőre, mert belefeküdt rothadékba, amit előszeretettel néha megcsinálnak, például a hal tetemekbe, hogy elfedjék a saját szagukat, ez is egy ősi viselkedés egyébként. Vagy pedig más állatnak a bélsarába meghemperegnek, ez is egy ősi viselkedés. Tehát, hogyha szennyeződik a kutyának a szőre bőre, akkor igenis legyen otthon egy jó minőségű kutyának való, tehát nem emberi sampon, hanem kutyának való jó minőségű sampon, amiben olyankor le lehessen csutakolni, és ilyen esetekben ezeket alkalmazni érdemes. Azért viszont, mert lejárt az idő, úgymond, mert hetente, úgy gondolom, hogy hetente kell fürözteni a kutyát, és azért már lejárt az idő, most megint lejárt egy hét, megint meg akarom fürdetni, ennek sok értelme nincsen. Ha nem szennyeződött a bundája, akkor igenis vegyük észre, hogy van egy öntisztulási folyamat, amely a kutya bundájában minden, tehát ciklikusan létrejön, ami szépen tisztán tartja a bundáját a kutyusnak. Nem szükséges feltétlenül megfürdetni, de mondom, minden kutyánál, minden kutyatartónál érdemes, hogy legyen egy jó minőségű sampon, mert ad abszurdum előfordulhat, olyan szörnyű, szennyeződött, beleragadtak dolgok, esőben összetapadt, sárral szennyeződött, stb. Tehát olyan mértékben szennyeződött, hogy ezt nem akarjuk látni, nem akarjuk, hogy a kutyus esetleg ebből akár egy bőrgyulladást is összeszedjen, olyankor legyen mivel megfürdetni.